Határon túli magyar újságírókkal telt meg a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. Itt tartotta éves eszmecseréjét a Kárpát-medencei Magyar Újságíró Egyesületek közössége. A rendezvényen a magyar újságírás jelenének kérdései mellett természetesen a legfőbb téma az ukrajnai háborús helyzet és béke fontosságának hangsúlyozása volt. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közelgő Európai Uniós választásokról is beszélt, ahol ismét lehet egy kárpátaljai származású jelölt Ferenc Viktória személyében. Június 9-én az európai parlamenti választások alkalmával arról is döntünk, hogy a fizikai léte megmaradjon a kárpátaljai magyarságnak. Hiszen most is tudjuk azt, hogy több tízezren nem lehetnek otthon a háború miatt. Minél előbb fegyverszünetre, illetve békére van szükség annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarság haza tudjon menni, akik nincsenek otthon, és tovább tudja folytatni azt a nagyon gyorsan fejlődő életet, minden szempontból, ami 2022-ig azt a térséget és a magyarságnak ezt a nemzeti részét jellemezte. Széli Katalin miniszterelnöki főtanácsadó felidézte, hogy az elmúlt 3 év alatt nagyot változott az Európában és a Kárpát-medencében élő kisebbségek helyzete. Az általuk benyújtott javaslat szerint el kellene ismerni minden országban államalkotó tényezőként a nemzeti közösségeket. Továbbá biztosítani kell az egyéni jogok mellett a kollektív jogokat is. Ha már Kárpátalját tekintjük például, akkor ott is nagyon fontos az, hogy meglegyen a kárpátaljai magyarságnak az a lehetősége, hogy még ilyen körülmények között is a háború árnyékában megőrizhesse saját identitását, megvédjék a szülőföldön élés jogát számára és az identitáshoz való jogot. Nagyon fontosnak tartom ezért, hogy azok a jogszabály módosítások folyamatosan történjenek, amivel a 2015-ös állapotot vissza lehet állítani, és hát én fontosnak tartom a béke megőrzését, illetőleg a béke megteremtését újra, ami szerintem Európának nagyon fontos ahhoz, hogy újra definiálja magát a globális világban, és egy erős Európaként álljon újra versenybe a világ különböző nagyhatalmaival és világ kontinenseivel szemben. Duna György, a Kárpáti Igazszó lapigazgatója mesélt a kárpátaljai magyar újságírás jelenéről, illetve a fokozottan nehéz körülményekről. A lapigazgató felelevenítette, hogy a kárpátaljai magyar szerkesztőségek a háború előtt aláírtak egy szándéknyilatkozatot a Kárpátaljai Magyar Média Egyesület létrehozásáról. Hogy valamennyi kárpátaljai magyar médium részéről most egy alapszabály kidolgozásán ügyködünk, és nagyon fontos kifelé is mutatni azt az egységet, főleg ezekben a gondterhelt, vészterhes, nehéz időkben, hogy a kárpátaljai magyar újságírók közös frontot képviselnek, és ennek a közös frontnak a szakmaiságon, a szakmaiság mellett a megmaradás, az együttműködés, a közös gondolkodás, a közös kiállás értékeink mellett, hiszen most a journalisztikától, az újságírástól elvonatkoztatva a kárpátaljai egy fontos cél van, az életben maradás, a szó egyenes és átvitt értelmében. A találkozó résztvevői ezt követően Borsiba a nemrég felújított Rákóczi kastélyba látogattak. A határ szlovák oldalán Sátoraljaújhelytől alig 5 kilométerre álló kastélyt, amelyet 1579 körül Zeleméri Kamarás István tokai várkapitány emelt, pompás várkastélyá Lórántfi Zsuzsanna és első Rákóczi György fejedelem építtetett át. Az épület történelmi jelentőségét ma is az adja, hogy 1676-ban itt látta meg a napvilágot a későbbi fejedelem II. Rákóczi Ferenc. A Borsi kastély a magyar reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme, méltó állapotban várja a fejedelem tisztelői, turistákat, érdeklődőket. A vendégeket a fejedelem korát megidéző élményekkel és kiállításokkal, szállodával, étteremmel és borkóstolóval várják a kastélyban. Egykoron a fejedelem élete is tele volt izgalmakkal, amit az akkori lantosok meg is örökítettek. De a jelenkor lantosainak is van bőven feladata és felelőssége a mostani változó világban. A Kárpát-medencei magyar újságírók már évek óta igyekeznek minden évben összegyűlni, és megvitatni azt, hogy miként tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy a külhoni magyarok megtartsák nemzettudatukat, és valahogy összekapaszkodva szavatolják azt, hogy túléljük mindazt, ami manapság történik. Sajnos ezek az idők, amikor
számos európai ország háborús őrületben él. Mi is arra próbáltunk rámutatni most, hogy mint magyar érzületű újságírók elsősorban arra kell összpontosítanunk, hogy a kisebbségi területeken élő magyar közösségben feléleszük azt a tudatot, hogy igenis támogatni kell a magyar kormány békepolitikáját, és mindenképpen tenni kell azért, hogy mindent meg kell tenni, ami tőlünk telhető. Először veszek részt ezen a fórumon, a Kárpát-medencei újságírók fórumán, és nagy elégedettséggel tölt el, hogy itt is megtörténik az egységesülés, az egymásra való figyelés, az egymás bátorítása, támogatása. Erre nagyon nagy szükség van a kárpátaljai magyar újságíróknak, akik a nehezített körülmények között végzik most a munkájukat, most már ugye fizikailag sem lehet olyan szabadon mozogni, meg nagyon sok mindenre oda kell figyelni, tehát a narratíva nagyon fontos. Azt hiszem, hogy mi nagyon átérezzük, hogy kellene már a béke, a megértés, a fegyverszünet, hogy az élet normális kerékvágásába visszatérjen mi hamarabb. A tanácskozás végén a résztvevők zárónyilatkozatot fogadtak el, melyben többek között mély együttérzésükről és szolidaritásukról biztosítják a háború sújtotta kárpátaljai magyar közösséget, és amennyiben szükséges, mindenfajta segítséget megadnak a háborús térségben élő és dolgozó kárpátaljai kollégáiknak.